Rektori pályázat. Július végén jelenik meg az új kiírás a főiskola rektori posztjára. Baleset megelőzés, közlekedésbiztonsági akciót tartottak Nyíregyházán. Segítség az újjáépítéshez. Festéket kapott az a 9 gyermekes család, akinek leégett a háza. Önök a Nyíregyházi Televízió iradóját látják, jó estét kívánok! Újabb pályázati eljárás indul a Nyíregyházi Főiskola rektori tisztségének betöltésére. A pályázat július végén jelenik meg az Oktatási és Kulturális Közlönyben. A pályázatok benyújtására augusztus 31-ig lesz lehetőség. Az új rektor pedig december 20-án kaphatja meg megbízását. Dr. Jánosi Zoltán rektori megbízatása június 30-án lejár, a főiskola vezetői teendőit az új rektor kinevezéséig az általános rektor helyettes látja el. A Nyíregyházi Főiskola rektorának, dr. Jánosi Zoltánnak június 30-án lejár a rektori megbízatása. A törvények értelmében a következő ciklusban ezt a tisztséget már nem töltheti be, újabb rektori megbízást nem kaphat. A Nyíregyházi Főiskola rektori tisztségére korábban már kiírták a pályázatot, de ez a pályázati eljárás eredménytelenül zárult. Április közepén ült össze a főiskola szenátusa, hogy eldöntse, a három pályázó, dr. Figula Erika, dr. Onder Csaba és dr. Sikolya László közül ki legyen a felsőoktatási intézmény rektora. Közülük dr. Onder Csaba és dr. Sikolya László került be a második fordulóba, ahol mindkét pályázó 8-8 szavazatot kapott. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata értelmében nem tarthattak újabb fordulót, így a Nyíregyházi Főiskola szenátusa április 14-én nem tudott rektorjelöltet választani, ezért újabb pályázati eljárásra kerül sor. A Nyíregyházi Felsőoktatási Intézmény erről értesítette a fenntartó minisztériumot. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős államtitkára a napokban értesítette a Nyíregyházi Főiskolát arról, hogy milyen ütemezés szerint kell újabb eljárás lefolytatni. Ennek alapján a szenátusi jóváhagyás után a pályázati felhívás július 29-én megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben. A pályázatok benyújtására augusztus 31-ig lesz lehetőség. A beérkezett pályázatokat, amit ugye az EMMI-be kell címezni, oda kell postázni, feldolgozás követően a fenntartó minisztérium megküldi a Nyíregyházi Főiskolának, és megkezdődik az az eljárás ugyanúgy a főiskolán, ami a korábbi pályázati eljárás keretében történt. Azaz a beérkezett pályázati anyagokat a főiskola valamennyi dolgozói egy összdolgozói fórumon megismerheti, majd ezt követően a szenátusnak kell dönteni a rektorjelölt személyéről. Erre az október 30-ai határidőt állapították meg, várhatóan a Nyíregyházi Főiskola rektori megbízására, ha lesz a szenátus által választott rektorjelölt, december 20-át követően kerül sor, 3 évre szól a rektori vezetői megbízatás. Dr. Jánosi Zoltán rektori megbízásának lejárta után július 1-től a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a felsőoktatási intézmény, illetve a szenátus vezetőjeként a rektor helyettesítésére jogosult rektor helyettes jár el a Nyíregyházi Főiskolán az általános rektor helyettes dr. Kis Ferenc főiskolai tanár. A közmunkáról tartó sajtótájékoztató Szigetvári Viktor az Együtt elnöke, és Lővei Csaba a párthelyi önkormányzati képviselője. A szervezet az ellen emelte fel szavát, hogy szerintük a közmunkaprogramokba közalkalmazottakat is belekényszerítettek. Szigetvári Viktor kifogásolta azt is, hogy a közmunkaprogram lehetőséget teremt a földtulajdonosoknak arra, hogy a nyári munkákra közmunkásokat igényeljenek. A pártelnök szerint ezzel a feudalizmus és a robot intézménye jött vissza Magyarországra, amit az Együtt politikusai elutasítanak. Közlekedésbiztonsági figyelemfelhívó akciót tartott a Megyei Rendőrfőkapitányság és a Baleset Megelőzési Bizottság a Ferenc körút és a Korányi Frigyes utca csomópontjában a Vigyázz rám országos kampány keretében. A gyalogosok és a kerékpárosok védelmét szolgáló akció során a karos forgalomirányítás mellett is szabályosan közlekedők a láthatóságot elősegítő mellényt és szalagot kaptak. A Vigyázz rám országos közlekedésbiztonsági kampány keretében figyelemfelhívó akciót tartott a Ferenc körút és a Korányi Frigyes utca csomópontjában a Megyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya és a Baleset Megelőzési Bizottság.
A nagyforgalmú kereszteződésben kikapcsolták a közlekedési lámpákat, az arra közlekedő autósokat, kerékpárosokat és gyalogosokat a rendőrök és a polgárőrök karjelzésekkel irányították. Az akció lehetőséget biztosított arra, hogy a forgalomban résztvevők karjelzések alapján is gyakorolhassák a szabályos és biztonságos közlekedést. A statisztikák szerint a halálos közúti balesetek 40%-ában érintettek a kerékpárosok és a gyalogosok, ezért az egész évet átölelő kampány célja, hogy a rendőrség együttműködve a közlekedés résztvevőivel csökkentse a balesetek bekövetkezési kockázatát, és erősítse a partnerségen alapuló biztonságos közlekedést. Balesetmegelőzési szempontból 2015 egyik fő üzenete, hogy vigyázzunk a gyalogosokra, illetve a kerékpárosokra, hogy miért is ők rájuk feltehető ez a kérdés. Azért, mivel a közlekedésben ők a legveszélyeztetettebb célközönség, gyalogosokat, kerékpárosokat nem védi a személygépkocsiból megismert karosszéria, légzsák, passzív biztonsági eszközök, ezért egy baleset bekövetkezésekor mindenképpen súlyosabb sérüléseket szenvednek, mint egy gépjárműben utazó személy, illetve vezető. Az országos kampány nyíregyházi akciója során a rendőrök és a polgárőrök hasznos baleset megelőzési tanácsok kíséretében a láthatóságot elősegítő eszközöket, láthatósági benlényt és fényvisszaverő szalagot osztottak a karos irányítás mellett is szabályosan közlekedő gyalogosoknak és kerékpárosoknak. A Digitális Magyarország megvalósítása keretében folytatódik a Telekom digitális edukációs programja Nyíregyházán is. A Telekom okos digitális elnevezésű program ellátogatott a Bethlen Gábor általános iskola és gimnáziumba, ahol ezúttal a középiskolások hallhattak előadást a világháló tudatos és biztonságos használatáról. Diákok interneteznek a Bethlen Gábor általános iskola és gimnáziumban. A középiskolások rendszeresen használják a világhálót számítógépen, táblagépen és okostelefonon is. A céljuk az ismeretszerzés mellett a szórakozás. Én naponta használom az internetet, főleg közösségi oldalakat használok, de akár a tanuláshoz is használom. Főleg most itt az érettségi időszakában nagyon jó segítségek vannak fent az interneten, hogy hogyan építsünk fel például egy tételt, ezekre szoktam használni. A kormányzat is a Magyar Telekom a várossal együttműködésben átfogó fejlesztési programot indított Nyíregyházán. A nagy volumenű szélessávú hálózati fejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a digitális írástudás fejlesztésére is. A Telekom okos digitális program keretében a vállalat önkéntesei az internet biztonságos és tudatos használatára tanítják a gyerekeket. Az okos digitális program ellátogatott a Bethlen Gábor általános iskola és gimnáziumba, ahol a középiskolások előadást hallhattak arról, hogyan használhatják tudatosan és biztonságosan a világhálót. A diákok hasznos ismeretanyaghoz jutottak, mert számukra elengedhetetlen az internet használata. Egyre többet tudnak róla. A mostani kisebb generáció, tehát a 8-12 évesek már szinte benszülötteknek nevezhetők ezen a téren. Viszont a tudatos használat az nem igazán hangsúlyos köreikben. A személyes adatoknak a használata veszélyes és kockázatos is, hogyha nem tudatosan használják. Erre is felhívták az előadók a figyelmet. Egyébként nagyon gyakran használják, főleg a középiskolás diákok, ők már tudatosabban, készülve az egyetemi főiskolai tanulmányaikra, előadásokat készítenek, projekteket vállalnak, amihez forrásként az internetet is használják. Tehát az ő köreikben már tudatos ez a felhasználás. A program folytatódik a Bethlen Gábor általános iskola és gimnáziumban. A tervek szerint a következő tanévben az általános iskolások számára tartanak majd okos digitális előadást. Segítséget kapott házuk felújításához az a 9 gyermekes rozsít szőlői család, akiknek otthona áprilisban leégett. Az egyik nyíregyházi festéküzlet tulajdonosa 100 000 forint értékű festéket és a ház újrafestéséhez szükséges anyagokat ajándékozott a házaspárnak. A Hajlás utcai családi ház áprilisban égett le, még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Így nézett ki a tűzeset után a Rozsrét szőlői családi ház. A Hajlás utcai épület áprilisban gyulladt ki, egyelőre nem tudni miért. Délután csaptak fel a lángok, a 11 tagú családból otthon volt az édesanya, két kicsi és egy nagygyermek, és egy vendégfiú is, akiknek sikerült kimenekülniük a házból.
Értesítették a tűzoltókat, de ők maguk is megpróbálták oltani a lángokat. A helyszínre kiérkezett tűzoltók elvégezték az oltást, de az épületben olyan óriási kár keletkezett, hogy lakhatatlanná vált. A család kiköltözött a házból. A biztosító egyelőre nem fizetett, mert még vizsgálják, mi okozta a tüzet. Ezt itten rendesen fel kell újítani, kompletten. Tehát ugyanúgy a mindent, a gipszkotont, ez itten át kell. A leégett házat mutatja a családfő, már megkezdték a helyreállítást, amennyire tudták, lakhatóvá tették az épületet, és vissza is költözött a házas pár a 9 gyermekkel. Az egész tetőszerkezetet lecseréltük, a tetőcserepeket már tesszük, rakjuk felfele, három szobát eddig már feljavítottunk, le van tapétázva, a konyha félig meddig kész van már nagyjából. Koromra való, tehát ez az izoláló festék, ami segít eltüntetni a koromnyomokat, ami nagyon fontos. Nagyon fontos. A 9 gyermekes házas pár házuk újjáépítéséhez több cégtől kapott segítséget, olcsóbban biztosították számukra az építőanyagot, most pedig az egyik nyíregyházi festékbolt jóvoltából 100 000 forint értékű festékhez és a festéshez szükséges anyaghoz jutottak. Bejött a házas pár, hogy festéket szeretne rendelni, hogy leégett a házuk, és elmondták ugye a történetet, hogy 9 gyermekkel élnek, és fedél nélkül maradtak, és megmondom őszintén, hát nagyon megsajnáltam őket, és úgy gondoltam, hogy hát egy nemes gesztusként felajánlok festéket, hogy tudjak segíteni rajtuk, hogy minél hamarabb vissza tudjanak költözni majd a családi házukba. Hogy a rozsrétszőlői családi házban mi okozhatta a tüzet, egyelőre nem tudni. Lehet, hogy elektromos hiba miatt csaptak fel a lángok, de az is lehet, hogy nyílt láng használata vezetett a tűzesethez. Hétvégén kezdődik a Szabadtéri Nyár 2015 program sorozata Nyíregyházán. A Szabadtéri Színpadon 11 előadást láthat a közönség. Mi pedig nem sokára megmutatjuk az előzetes részleteit, de addig jöjjenek a mai nap további hírei röviden. Sikerrel szerepeltek a nyíregyházi felsőoktatási intézmények a 9. országos felsőoktatási véradóversenyen. A megmérettetésen két intézmény is dobogós helyezést ért el. Az 1000 fő alatti nappali tagozatos hallgatóval rendelkező intézmények között a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 3. helyezést, az 1000-10 000 közötti kategóriában pedig a nyíregyházi főiskola szintén 3. helyezést ért el. Idén is megtartják a Szent Iványi rendezvényt a Sóstói Múzeum faluban. Június 23-án az ég legrövidebb éjszakáján a Skanzenben hajnalig tartó programokkal ünneplik a nyári napfordulót. A program este 9 órakor kezdődik a Jármi kiállítóházban, ahol megnyitják az Ahová a király is gyalog jár című időszaki tárlatot. A falu központban este 10 órától a Sárkánylángok tűzzsonglőr bemutatója vezeti be az éjszakai programot, majd a Szent Iványi mágia gyújtás után 4:11-től élő nagy koncertet ad a Kormorán együttes. Éjfélhez közeledve a Nyírségtánc együttes magyar és kelet-európai néptáncokból és népszokásokból összeállított műsora következik, amit a programzáró tűzugrás kísér. Folytatódnak Nyíregyházán az útburkolat helyreállítási munkák. Ma a Herman Otto, a Tőke és az Epreskert utcán végeztek aszfaltozást, a Rádai és a József András utcán, valamint a Vörösmarty közben pedig felmarták az aszfaltot. Június 19-én pénteken aszfaltozási munkák lassítják a közlekedést a Malom és a Gádor Béla utcákon, és aszfaltmarás miatt ugyancsak lassúbb lesz a haladása a Bercsényi utcán és a Hősök terén. Június 20-án szombaton aszfaltozzák a Rádai és a Bercsényi utcákat, valamint a Hősök tere egy-egy szakaszát. A munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik a Bercsényi utcán, ahová nem lehet majd behajtani a Bethlen Gábor utca felől, a Hősök terét pedig kizárólag a korzó irányából lehet megközelíteni. Kigyulladt egy autó Nyíregyházán, a személygépkocsi a Botján utcán állt az egyik parkolóban, amikor a gépjárműben felcsaptak a lángok. Az autó teljes terjedelmében égett. A helyszínre kiérkezett tűzoltók 3 vízsugárral oltották a lángokat. A tüzet sikerült eloltani, de a gépkocsi teljesen kiégett. A tűz átterjedt a személyautó mellett két oldalon parkoló autókra is, mindkét járműben jelentős anyagi kár keletkezett. A tűz okát még vizsgálják a szakemberek, a tűzesetet feltételezhetően egy égve maradt cigaretta csík okozhatta.
Két autó összeütközött ma reggel Nyíregyházán a Malom utca, Szabolcs utca kereszteződésében. Egy gépkocsi vezetője a Malom utcáról a Szabolcs utcára kanyarodott, és közben összeütközött a neki jobbról a Széchenyi utca felől érkező másik személy gépkocsinak. A balesetet okozó jármű még egy kresztáblának is neki ment. A balesetben senki nem sérült meg, de jelentős anyagi kár keletkezett. Közlekedési baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán a Sóstúi út Garibaldi utca kereszteződésében. Egy személyautó a Sóstúi úton a belváros felé haladt, amikor a kijelölt gyalogátkelőhely előtt forgalmi okokból megállt. Ezt a gépkocsi mögött haladó autó vezetője nem vette észre időben, és hátulról belement az előtte álló személyautóba. A balesetben senki nem sérült meg. Hétvégén kezdődik a szabadtéri nyár 2015 program sorozata Nyíregyházán. A szabadtéri színpadon 11 előadást láthat a közönség. Lesz operett, musical, vígjáték és bábjáték, fellép a 10 éves Forfor Dance, Udvaros Dorottya pedig lemezbemutató koncertjére várja az érdeklődőket. Az előadásokra a belépőket a Művész Stúdióban árusítják. Új helyen várják azokat, akik jegyet szeretnének vásárolni a szabadtéri nyár 2015 programsorozatára. Elköltözött a Móricz Zsigmond Színház szervező és jegyirodája. Az Országzászló téri iroda az épület felújítása miatt bezárt. A jegyiroda most ideiglenesen új helyen, a Bethlen Gábor utca 14 szám alatt a Művész Stúdióban kapott helyet. Augusztus 19-éig itt zajlik a bérletértékesítés, és itt árusítják a jegyeket a nyári szabadtéri előadásokra. Június 20-án kezdődik Nyíregyházán a szabadtéri nyár 2015 programsorozata, amelynek keretében 11 előadást láthat a közönség. Minden korosztályra gondoltunk, a kicsiktől a 90 évesig akár, musicaleket hozunk, vígjátékokat, operettet, a gyerekeknek bábjátékot, és lesz ingyenes filmvetítés is a szabadtéri színpadon. A Móricz Zsigmond Színház 3 produkcióval vesz részt majd a szabadtéri nyár programsorozatában, operettel és a nagyon-nagyon népszerű Ankonai szerelmesek 1-2 produkcióval. A szabadtéri nyár programsorozata június 20-án szombaton kezdődik a Csárdás királynő című előadással, amelyre már az összes jegy elkelt, és szintén nincs már jegy az augusztus 8-i Ankonai szerelmesek 1 című előadásra. Válthatók viszont jegyek június 29-ére a Tied a világ című zenés társasjáték előadására, július 4-ére Udvaros Dorottya lemezbemutató koncertjére, július 8-ára a Hattyúdal című zenés komédiára a Republik együttessel, július 15-ére a Kabaré című musicalre, július 11-ére a Dobronka Cirkusz Világszám című bábelőadásra, július 24-ére az Estére szabad a kecó, vagy a Londoni Sextet című bulvár burleszkre, augusztus 1-ére a Forfor Dance jubileumi gálájára, augusztus 15-ére az Ankonai szerelmesek 2 című zenés vígjátékra, és augusztus 22-ére Molnár Ferenc a Testőr című komédiájára. A meglepetések éve volt az előző szezon a Kölcsei DS-e számára. A nyíregyházi leány kézilabda csapat harcban volt a dobogóért az MB2-ben, a juniorok pedig ezüstérmesek lettek. A csapat több tagja is bekerült a régiós válogatottba. 24. szezonját játszotta az MB2-ben a Kölcsei DS-e leány kézilabda együttese. Végig harcban voltak a dobogós helyekért, de végül az 5. helyen végzett a csapat, így is javítva korábbi eredményén. A juniorok viszont hatalmas meglepetésre ezüstérmet szereztek a bajnokság végén. Maximálisan óriási meglepetés volt, annál is inkább, mert a tavaly 8. helyen végzett csapatunkból a legjobb játékosunk Drágár Dominika Debrecenbe távozott, és ő elment 160 góllal, tehát mindenképpen egy nagy vérveszteség volt számunkra, viszont a csapat óriási teljesítmény nyújtott, mindenkit megleptünk. Hozzáteszem, az 5 éve veretlen Debrecent is majd, hogy nem megvertük hazai pályán, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányok ezüstérmére. Meglepetés volt a fiú csapat jó eredménye is. A Diákolimpiában magabiztosan nyerték a megyei bajnokságot, az országos fináléban pedig a későbbi győztestől kaptak ki, így az 5. helyen zártak. A lányoknál nyáron nagy mozgás nem várható a keretben. Dávida Gréta iránt a Győr érdeklődik, így a fiatal kapus az élvonalbeli klub utánpótlás csapatához kerülhet. A Kölcseiből 2 játékos is tagja a régiós válogatottnak, melyet Hadobás István irányít. A hétvégén
hétvégén 3 mérkőzést is játszanak más régiók legjobbjaival, és jelenleg a 3. helyen áll a Kulcsár Anita régiós válogatott az országos döntőben. Most pedig híradónk végén jöjjenek főpíreink még egyszer röviden. Újabb pályázati eljárás indul a Nyíregyházi Főiskola rektori tisztségének betöltésére. A pályázat július végén jelenik meg az Oktatási és Kulturális Közlönyben. A pályázatok benyújtására augusztus 31-ig lesz lehetőség, az új rektor pedig december 20-án kaphatja meg megbízását. Dr. Jánosi Zoltán rektori megbízása június 30-án lejár, a főiskola vezetői teendőit az új rektor kinevezéséig az általános rektor helyettes látja el. Közlekedésbiztonsági figyelemfelhívó akciót tartott a megyei rendőrkapitányság és a baleset megelőzési bizottság a Ferenc körút és a Korányi Frigyes utca csomópontjában a Vigyázz rám országos kampány keretében. A gyalogosok és kerékpárosok védelmét szolgáló akció során a karos forgalomirányítás mellett is szabályosan közlekedők a láthatóságot elősegítő mellényt és szalagot kaptak. Segítséget kapott házuk felújításához az a 9 gyermekes rozsdét szőlői család, akiknek otthona áprilisban leégett. Az egyik nyíregyházi festéküzlet tulajdonosa 100 000 forint értékű festéket és a ház újrafestéséhez szükséges anyagokat ajándékozott a házaspárnak. A Hajlás utcai családi ház áprilisban égett le, még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Hamarosan megtudhatják, hogy holnap milyen időjárásra számíthatunk. Én pedig kollégáim nevében is szép estét kívánok, és jó pihenést, viszontlátásra!